videófelvételt készítek erről a gyönyörű szép Philips MCD716-os egységről, mini hippiről, mely tartalmaz egy CD MP3 olvasót, valamint USB pendrive olvasót, egy RDS-es rádiót és egy torói trapos erősítőt. Gyönyörű szép karcmentes állapotban van, megvan neki az üveg tartólapja. Jó, komplekt az egész. Itt van neki a ribbon hangszoros hangfala. Gyönyörű szépek. Amikor távirányítóról vagy bármiről kezeljük a készüléket, abban a pillanatban a kék dancing világítani kezd. Láthatjuk, hogy tényleg nagyon szép, most halkítok rajta egy picit. Helyezek bele egy pendrive-ot. Benn van a pendrive, átkapcsolok a DVD USB-re. Elvileg magától elkezdi a lejátszást, szép állapotban van nagyon egyébként. Teljesen hibátlan. Hallgassuk meg a hangfalakat, hogy mind a kettő szól. Hát így más a hangja, mint ha most leteszem és idehozom a másikat. Itt a másik hangfala. Visszerakom ezt is a helyére. A gyári állapotban van, újszerű, hibátlan. Illusztrálom a DVD részt, átkapcsolok a DVD-CD módba. Egy. Kiadatom a lemezt, egy Queen LGT lemez van benne. Elindítom a lejátszást. A nagyon kartos lemezek között se válogat, úgyhogy azt is lejátsza az írott CD lemezeket. Hát ez is írott CD lemez. Körülnézek, hogy mik vannak még itt lehetőségek. Találtam egyet, ami MP3 formátumban van megírva. A Floyd. Kiveszem. Ezen a Pink Floydnak az összes albuma rajta van. Hát picit több idő kell neki a beolvasásra, egész biztos. Hát igen. De már megy is. Hát a Pink Floyd az mindig ilyen csendesen kezdődik, 500 száma szinte, de már jön a hang. És folyamatosan erősödni fog a hang. Távirányítója, karcmentes ez is. A funkció kiválasztása távirányítónál én is nehezen jöttem rá. Nincs a kiosztás, az USB kiosztás rajt. Azt a készüléken lévő szork gomba lehet rámenni a USB-re. Avat tudtam kiválasztani én is. Átváltok másik trékre, mondjuk a 4-es szám.
gyönyörű, ahogy világít ez a kék desszín. Körbe, ilyen csiklámpába oldották meg. Csodaszép hangja van. Köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videó felvételem, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is majd a hirdetésnél, ha esetleg itt nem kell most el.